Minden év július 1-je a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, ezen a napon született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. Bábolna város önkormányzata is minden évben megemlékezik a helyi egészségügyi intézményben dolgozókról. Ezúttal július 15-én dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte a Bábolnai Egészségügyi Központ és a gyógyszertár munkatársait. A hálával jöttünk, Bábolna város önkormányzata nevében tisztelettel szeretnénk megköszönni ezt az elmúlt időszakot, ami rettentő sok energiával és nagyon sok kitartással kellett, hogy elteljen a részletekről, mert a napi, mindennapi munka mellett számtalan nagyon új feladatot is kaptak az alapellátóorvosok, szakorvosok, technikai dolgozók, asszisztencia, amivel a korábbi években nem szembesültek. És én úgy gondolom, hogy itt Bábolnán példaértékű volt az a munka, amit itt ti elláttatok. Nyugodtan mondhatom azt, hogy az ideérkező betegek is megkapták a korábbi szinten az ellátásukat. A járványhelyzettel kapcsolatban mindenféle információt, és az átoltottságunk az orvosainknak köszönhetően szerintem a környező településeket meghaladja. Mert amikor én tájékozottam, akkor mindig magasan fölötte voltunk a környező településeknek. Ez köszönhető annak, hogy rendkívül sokat dolgoztatok azért, hogy tájékoztassátok a lakosokat, illetve rendkívüli energiákat tettetek abba, hogy el is jöjjenek az oltásra, föl is vegyék az oltásokat, a lehetőség szerint az, amivel élhettek. Úgyhogy én nagyon nagy köszönetem felétek, mindannyiótok felé, akik ebben a mindennapi munkában részt vettetek, akik a háttérmunkában részt vettetek, mert az továbbra sem működne tisztaság nélkül, fegyelmezettség nélkül, a kiszolgáló személyzet nélkül. Úgyhogy ezért most úgy döntöttünk, hogy kicsit többet szeretnénk adni, és kicsit többet szeretnénk biztosítani az eddigiekhez képest. Ajándékcsomagokat hoztunk mindenkinek. Hoztunk a Cardirex dolgozóinak, hoztunk a gyógyszertár dolgozóinak, az alapellátó orvosoknak, asszisztenciának. Ugyanez a gyerekorvos esetében, akik az asszisztenciának, valamint a technikai személyzetnek közösen. Tehát köszönet mindenkinek. A szálvirág természetesen mindenkinek kijár, ezért is hálásak vagyunk, hogy évek óta itt vagytok nekünk, és végzitek ezt az embert próbáló munkát. És ezek közül, az emberek közül szeretnék kiemelni három embert, hogyha kiemelhetek. Mindenki ismer. Hát nem tudom, hány gyerek nőtt fel a kezelés között. Tudom, de lássák. Ugye nagyon szépen köszönjük, hála Franciszkával, további szép napokat, minden jót neked. Köszönjük szépen. Van nekünk egy igazgató főorvosunk, az egy egészsége, és az Isten tartsa meg jó szokását, meg a Bábolnai Egészségügyi Központot, mert igaz, hogy néha szoktak vitáink lenni, Szeretettel köszöntök én is mindenkit a Cardirex Kft. Nevében Semmelweis nap alkalmából. Ahogy polgármester asszony is itt az előbb összefoglalta, az elmúlt időszakban hatalmas teher hárult az egészségügyre, nem csak helyi szinten, hanem országos, illetve világszinten is, hisz az elmúlt időszak járványhelyzete az összes egészségügyi dolgozótól nagyon nagy helytállás, kihívást követelt meg, és ez nem csak a Covid osztályokon, a betegágy mellett dolgozó kollégák, kolléganőknek a terhelését jelentette, hanem természetesen a járvánnyal egy időben az összes betegség jelen volt, és azokat a betegeket, amelyek kórházi kezelést nem tudtak kapni, krónikus betegekre, nem akut betegekre gondolok, mert nyilvánvalóan az ő ellátásuk megtörtént. Ezeknek a betegeknek az ellátása egy progresszivitási szinten lejjebbre került, tehát iszonyatos teher hárult a háziorvosi
rendszerre, emellett jöttek az oltások beadása, nagy teher hárult a szakrendelésekre, több oknál fogva is, egyrészt több beteg jelentkezett, másodszorban pedig azért a humán erőforrás, a létszámhiány, az orvosoknak az egyéb helyre vezénylése néha fennakadást okozhatott, de én azt gondolom, hogy globálisan jól kezelhető volt a rendszer. Én szeretném megköszönni ennek a szükebb csapatnak az aktív részvételét, és nagyon köszönjük azt az aktivitást, gyakorlatilag munkaidőn kívüli tevékenységet is, amit itt a járványhelyzet megkövetelt. Én mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, és egyelőre úgy néz ki, hogy felszabadulhatunk, és itt tényleg maszk nélkül beszélgethetünk egy pár percet egymással, de ugye a jövőbe nem látunk. Én nagyon remélem, hogy ilyen kemény időszak nem fog bekövetkezni, de szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét az oltás fontosságára, hisz még a mai napig is nagyon sok olyan beteggel találkozunk, aki ezt maximálisan elutasítja, de amíg az átoltottság nem ér el ennél magasabb szintet, sajnos a következő hullám jelenlétére számítani kell. Én még egyszer köszönöm mindenkinek az éves, illetve a másfél éves munkáját. Köszönjük az éves munkáját, jó egészséget, a szabadságban jó pihenést kívánunk. Köszönjük egészségünket. Köszönjük.